Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Kikotorják a belvizek elvezetésére kialakított patakmedvét Bátaszéken. A város költségvetése idén nem bírja el a teljes hozban történő mederrendezést, de a legfontosabb szakasz elkészül őszig. 2007-ben ezen a területen komoly belvízi védekezést kellett végrehajtani. Akkor a kerteket és a házakat is veszélyeztette a belvíz. Néhány évvel ezelőtt az esőzések hatására újra állt a víz a város szélén, azon a területen, melyet a település bővítésére szánt Bátaszék, hiszen ez az a része a városnak, ahol közművesített területek vannak még az építkezni vágyók számára. 2007-ben szenvedte el a város, akkor gyakorlatilag ez a terület víz alá került szinte, nem azt mondom, hogy teljes egészében, de nagyon, nagyon nagy mértékben. Akkor már elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a városra bejövő vizeket nem a kövesdiárok, hanem még a várost megelőzően gyakorlatilag a hegy alatti övárokkal próbáljuk elvezetni. Hát akkor készültek is erre számítások, amelyek igen meredek számokat tartalmaztak. Egyelőre ez a koncepció még a fiókban van. Nekünk per pillanat azt kell megoldani, hogy a jelen helyzetben olyan állapotban tartani a vízelvezető árkainkat, amelyek megakadályozhatják vagy segíthetik ezeknek a vizeknek a levezetését. A város csapadék vízelvezető rendszerének fő ütőerét a területen futó kövesdiárok biztosítja, melynek folyamatos karbantartása biztosítja a belvízvédelem alapját. A kövesdiárok az egyik olyan vízgyűjtő árkunk, amely megvédi a településünket, elsősorban a település külterületéről befolyó vizek ellen, ezért nem volt tovább halasztható az a feladat, hogy ennek az ároknak a mederkotrását elvégezzük. A költségvetés tervezésekor erre egy keretösszeget be is állítottunk, és az ajánlatkérések során úgy tűnt, hogy ennél úgy terveztük, hogy sokkal hosszabb kilométerben fogunk eleget tenni ennek a kötelezettségünknek, de most egyelőre a kövesdiároknak mintegy 2,3 km szakaszát tudjuk kotorni. Ez alapvetően a M6-os gyorsforgalmi úttól az 56-os útig terjedő szakasz. Egy másik szakaszát is terveztük volna idén, az úgynevezett zentai árknak a kotrását. Erre egyelőre a költségvetésben nincs lehetőség, de szeretnénk majd 2021-ben ezt folytatni. A kotrás közben a környezetvédelmi szabályok betartására is ügyeltek. A kitermelt föld mennyisége mezőgazdasági területekre került további hasznosításra. A kivitelezés során igyekeztünk arra, hogy lehetőség szerint úgy végezzük ezt a munkafolyamatot, hogy bár önkormányzati területen fogjuk elhelyezni a kitermelt iszapot, de mivel mezőgazdasági művelésben is részt vesz, lehetőség szerint ne okozzunk mezőgazdasági kárt, illetve azokon a szakaszokon, ahol nem megoldható, hogy közvetlenül az árok mellett helyezzük el, ott az elszállításra is gondoskodunk. Ez ebben a költségvetésében maga a mederkotrási feladat az mintegy 4 millió forintot fog majd felemészteni, és a szállítási költségek lesznek még pluszban, ami várhatóan 5-600 ezer forintot fog még igénybe venni. Alapvetően a befogadó szakasz mederkotrása készül el, így a tény, hogy nem teljes hosszában tisztul meg az árokrendszer, nem veszélyezteti a belvízi védekezés hatékonyságát. Alapvetően a befogadó szakaszt tudjuk itt mederkotrással elvégezni. A befogadóra érkező oldalág lett volna egy másik, illetve fog megtörténni majd egy másik ütemben. Ha befogadóval végzünk, azt gondolom, hogy ezzel biztonságosabbá tudjuk tenni elsősorban azoknak a villámvizeknek a levezetését, amely egyre gyakrabban előfordul térségünkben, bárhogy lekopogjuk, utoljára 2010-ben kellett komoly védekezési munkát elvégezni többek között ezen a szakaszon. Hát reményeink szerint ezzel megelőzzük a villámvizeknek a lefolyását. Annak az övároknak, amely a védekezés hatékonyságát növelni, és ezzel a teljes biztonságot jelenteni, saját forrásból Bátaszék nem tudja kialakítani. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, ezt a tervet a vízügyi szakemberek bevonásával kell véglegesíteni, de a beruházás jelentős állami támogatás nélkül nem valósítható meg. Német tánctábor szervezett a Bátaszéki Német Egyesület. A táborban nem csak a Heimat tánc csoport táncosai vehettek részt, hanem bárki, aki meg akarta tanulni a sváb táncok alaplépéseit. A koronavírus járvány visszavette a tánccsoportot a fejlődésben, és ez a tábor segít majd a lemaradás behozatalában. Thank you.
Kemény munka folyik a bátaszéki német tánccsoport táborában. Az egyesület fejlődését komolyan hátráltatta a vírusjárvány, így hát az egyhetes együttlét alkalmas arra, hogy behozzák a lemaradást. Nem csak az utánpótlás csoportnak volt számottevő ez a 3,5 hónap kiesés, hanem azért az ifjúsági csoportnál is érződött. Elkezdtük a próbálásokat, amikor ugye már lehetett, és akkor így szembesültem vele, hogy na akkor most vannak olyan dolgok, amiket újra elő kell, szóval előről kell csinálni ahhoz, hogy visszajöjjön. Sok volt a 3,5 hónap. Ilyenkor azt lehet tenni, hogy türelmesek vagyunk, ők is, mert ugye Gabi néni elfelejtettük, nem baj, azért kezdtük el újra, hogy akkor a lépéseket, a térformákat, akkor újra elkezdjük megtanulni, úgymond a lépéseket. Bátaszéken ugye elmaradt a Rétes Fesztivál a vírus véget, és azért most úgymond készülünk a bornapokra, amiket nem tudunk, hogy most lesz-e vagy nem, de mérlegelnem kellett, igen, hogy most főleg, hogy van a tánctábor, hogy mit szeretnék a gyerekeknek megtanítani, de nem utolsó szempont az, hogy minősülőre mennénk október 3-án, ugye azt sem tudjuk még, hogy fog megvalósulni, de a cél az viszont most az, hogy saját koreográfiát készítettem, szakdolgozatba kell, diploma lesz belőle, és most ennek a koreográfiáját tanulják az ifjúsági csoport. A kisebb csoport, ugye mivel hogy azért ők még nem olyan rutinosak, ővelük János bácsi, Glöckner János, aki alapította a csoportot, amit annó nekünk is először megtanított a springert, mi nekünk ma, vagy hát a héten ez az új tánc. A tábor nyitott, ami annyit tesz, bárki, aki kedvet érez arra, hogy belekóstoljon a német tánckultúrába, ízelítőt kaphat belőle. Ahogy elhangzott, a kicsik az alapoknál kezdték. Anno ugye, amikor János bácsinál kezdtem táncolni, akkor voltak az alap lépések, alapforgások. Na most ezeket a dolgokat én is ugyanúgy adom át a többieknek, és amiket mi tanultunk meg anno kezdésnek, akkor azokat azért továbbadjuk, továbbadom. A jelenlegi picikéknek viszont már ugye át kell egy kicsit gondolnom, mert anno mi 13-14 évesen kezdtünk táncolni, és az utánpótlásom az meg kezdett első, második osztályosként, harmadik osztályosként. Szóval azért néznem kell a korosztályt is, hogy mi az, amit az akkor el tud viselni. Fizikálisan is, mentálisan is. Sokat számít a szülői háttér abban, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak szüleik, nagyszülei kulturális hagyatékához. Látszik, mondja Gabriella, ki az, aki otthon éli a mindennapokban a németségét. Én csak a nagypapámtól hallottam, hogy milyen is ez a sváb élet, hogy ők otthon mit csináltak, mert nagypapám sváb származású, ő Görcsönydobokáról jött, és rengeteget szokott nekem mesélni, hogy ők otthon hogy éltek, hogy miket ettek, hogy miket csináltak, hogy akkoriban mik voltak a bálozási szokások, de az, hogy én táncolok, az teljes mértékben egy saját döntés volt. Egyelőre ez úgymond csak egy hobbi, de mégis az életemnek egy olyan része, ami nem elhanyagolható. Szóval egyrészt egy hobbi, másrészt meg most így ez az életem úgymond. Számomra nagyon-nagyon fontos, hogy honnan származom, hogy honnan jöttem. És az én családomban ugyan nem csak a svábság van jelen, hanem több nemzetiség is, mégis számomra a svábság áll a legközelebb a szívemhez. Az idénre a minősülőt szeretnénk megcélozni, megteszünk azért mindent, hogy ez sikerüljön. A táborban hát a tánc elég nehéz, ezt kell mondanom.
és ugye bátaszéki énekeket is gyűjtöttem, ami eredeti bátaszéki énekek, és ezeket is szeretném még belevonni, majd úgymond az előadásba, de ehhez majd a sima próbákon lesz már csak lehetőségünk itt a héten, most ezt már nem tudtam megvalósítani. Glöckner János szelleme ott lebeg a Heimat Tánccsoport mindennapjai felett, és ha rajtam múlik, ez így is marad, mondta az együttes vezetője. Számomra az a legfontosabb, hogy mindazt, amit tőle tanultam, át tudjam adni az utókornak. Folytatódik az intézmények felújítása a Bátaszéken. Több épület tetőfelújítása van napirenden. A város képviselőtestülete a koronavírus járvány beköszöntekor, a költségvetés módosításokkor kijelentette, minden körülmények között fordítanak a város intézményeinek karbantartására. Át kellett dolgozni a város költségvetését a koronavírus járvány hatására bevezetett intézkedések miatt. De azt az alapvetést, hogy az intézményeinket korszerűsítjük, nem változtattuk meg, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Ennek megfelelően a város három épületében a tetőcsere munkálataira is sor került. Amikor 2020-as költségvetést, míg a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően összeállítottuk, akkor is elsődleges szempont volt a városfejlesztések meghatározásánál, hogy az intézményhálózat karbantartása és fejlesztése zavartalanul zajlódjon majd 2020-ban is. Ugye a veszélyhelyzet miatt át kellett gondolni a költségvetést, és hát több fejlesztési tételtnek a költségét átcsoportosítottuk. Viszont továbbiakban is a költségvetésen belül megmaradt az intézmények felújítási kiadásai. Így ennek megfelelően is kezdődtek ezek a feladatok, hiszen már elkészült a Keresztény Gyula Városi Könyvtár tetőszerkezetének a felújítása. Erre mint egy 1,5 millió forintot fordítottunk, és hát napokban megkezdődött a Budai utca 21 alatt működő gondozási központ tetőszerkezetének felújítása is, és ezeknek a munkálatoknak a folytatásaként a Budai utca 61-es számú orvosi rendelő épület tetőszerkezet felújítása is el fog készülni a nyár folyamán. Összességében ennek a háromnak a három munkának a bekerülési költsége mintegy 13,2 millió forint lesz, melyet saját forrásból fogunk biztosítani ebben az esztendőben. Emellett még zajlanak más város felújítási, karbantartási munkák, például megkezdjük napokban a betonutak karbantartását, javítását, illetve az elmúlt hetekben kapták meg az értesítést azok a lakók, akik a járda felújítási programban részt kívántak venni, hogy mikor tudják majd átvenni gyakorlatilag az építőanyagot. Erre is a fedezet rendelkezésre állt, bízom benne, hogy szeptember végéig ez a program is be tud fejeződni. Az utcakorszerűsítési programra több mint 25 lakó adta bejelentkezését. A lakossági járdaépítési program az már az elmúlt ciklusban megindult, hiszen ezzel is próbáltunk hozzájárulni ahhoz, hogy a város járdainak felújítását próbáljuk minél jobban elősegíteni. Ebben az esztendőben mintegy 25 kérelem érkezett a felhívásra. Számukra az építőanyagot fogjuk biztosítani, és ők a munkájukat adják annak érdekében, hogy az ingatlanok előtti járdaszakaszok felújítása meg tudjon történni. Alapvetően próbáljuk bevonni a lakosságot az ilyen felújítási munkákban, vízelvezető árkoknak a tisztítása, a járdáknak a felújítása. Kicsit nehéz már ezt megtenni. Talán kikopott az a korosztály, akiben mondjuk kicsit erősebb a közösségi irányti tett vágy, de azért még mindig élnek ezzel a lehetőséggel, ez bizonyítja maga a járdaépítési program is. Hát más jellegű feladatokban már nem nagyon tudjuk őket bevonni, még minden esztendőben, amikor lehetőségünk van, megszervezzük a várostakarítási akciót, erre még nagyon sokan el szoktak jönni, de más lehetőség nagyon már nincs. A tervek szerint az épületek felújítása a nyár végére befejeződik, és várhatóan a lakók is áteshetnek a házuk előtti járdaszakaszok felújításán, még az őszi esőzések beköszönte előtt. Bátaszéken régi hagyomány már, hogy különböző népek, népcsoportok kultúrájával ismertetik meg az érdeklődőket. Ezúttal a moldvai csángók zenéje töltötte be az iparos házat. Ki az este mi jött volt, kilenc szamát hozott volt, mind a kilenc piros volt, se legény, se gyógot,
A modvai csángók zenéje ma már másképpen szól a táncházakban, mint Hajdanán, Rekecsinben vagy Bákó környékén. Bár a hangszerek ugyanazok, a dalok sem változtak, csak összeültek a zenészek, és egyesítették a többféle irányzatot. De erről meséljen egy szakavatottabb muzsikus, Bogdán Gergely, a Juhas Együttes vezetője. Modvai csángó magyarok muzsikáját játsszuk. Nem mondhatnám, hogy autentikus népzenei felállásban, hiszen ez a hangszerfelállás, amiben mi már hosszú évek óta játszunk, meg a legtöbb modvai zenét játszó zenekar Magyarországon. Ez egy kicsit speciális, talán a 90-es évektől fejlődött ki ez Magyarországon, egy kicsit a budapesti táncház mozgalom hozta be magával. A csángók zeneisége, ez nagyon-nagyon sokszínű. Ugye a pásztorhangszerek, a furuják, a kaval, az nagyon-nagyon népszerű, de ezek általában önmagukba szóltak a csángó magyarok hagyományos zenei kultúrájában. Ezt nagyon szép énekek kísérték, vagy hát a furujával kísérték az énekeket. Illetve egy másik zenei felállás, az a hegedű koboz, ami szintén jellemző erre a tájegységre Moldvára, de az utóbbi időben, az utóbbi 20-30 évben általában moldvai zenét játszó zenekarok ezeket a hangszereket így összerakják, és akkor egy moldvai zenekar az általában furuján, moldvai zenekar általában furuján, hegedűn, kobzán játszanak, és ott van egy hangszer, az a kétfenekű dob. Ez egy kicsit a Balkánra jellemző hangszer, ezzel kísérik tulajdonképpen a ritmust, ezzel játsszák a tánc alá a ritmust. Úgyhogy általában így állnak fel a moldvai zenekarok mostanában. Ekkora termekben akusztikusan játszottak, vagy esetleg kültéri rendezvényeken, bálokon. Ezzel a hangszerrel önálló dallamjátékra is alkalmas, de akkord és ritmus kíséretre szolgál itt a moldvai népzenében. Gyakorlatilag ez egy lant leegyszerűsített változata, egy ilyen paraszt lantnak mondható hangszer. Husi Gyula kobzás az egyetlen a zenekarban, aki vérbeli muzsikus. A többiek táncosok voltak, és aztán tanulták meg a zenélést. A modvai csángók elszigeteltségben éltek mindig is Erdélyhez képest. A muzsika is nehezebben jött át, csak a táncházmozgalom kivirágzása változtatott ezen. A táncházmozgalomban ez a modvai zene az egyetlen olyan nagy átjárhatóságot jelenti talán, ami ugye a modern és a régit úgy ötvözi. Tehát mostanra már azt gondolom, hogy nagyon sok élő furulyás is behozott dallamokat ebbe a világba, amit mi is egyébként van, hogy játszunk, amit tanultunk mesterektől, de azt tudni kell, hogy a népzenét azt különböző hatások érték már, ahogy a rádió is elterjedt, de ez nem csak a moldvaiak zenében van, ez az erdélyi zenében is így van, hogy ha tetszett valami dallam egy cigány egedűsnek, akkor azt bizony megtanulta, lehetett az akár egy klasszikus hangzás, vagy egy populáris zene, amit hallott valahol. Úgyhogy azt gondolom, a népzenét úgy kell, a népzenére, a néptáncra úgy kell tekinteni, ez egy állandóan változó, állandóan fejlődő kultúra. És szerintem ettől szép, és az erdélyi zene, meg hát a moldva is, attól sokszínű, hogy egy településen sokféle náció él. A magyarokon kívül élnek románok, élnek cigányok, és hát azért legtöbbször békességben élnek, és ezek a zenei hatások, ezek egymásra hatottak. Csak a csángó zenére igaz, ez a magyar népzenére úgy általában. Meg talán a magyar népre általában jellemző ez a sírva búsul a magyar, hogy nem tudom, mit szoktak mondani, tehát hogy igen, kicsit szomorkásabb, de
hogy talán ettől van az a plusz érzelmi töltet, ami talán Európában más népeknél nem nagyon lehet megtalálni. Tehát ez lehet, hogy ez egy történelmi okai vannak, vagy bármi más, ami érte a társadalmat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!